Az első élményem nekem az, hogy a nagymamám engem már 3 esztendős koromban, akit én nagyon szerettem, és ő is nagyon szeretett engem, elkezdett támogatni, de hogyan? Vett nekem egy kerámia persejt, és a kerámia persejbe rakosgatott nekem, úgy emlékszem, hogy ilyen filléreket, 10 fillér, 20 fillér, 1 forintot, 2 forintot, ott, az már, ott azért már kellett valamit csinálnom. De édesapám nagyon-nagyon sokat segített abban például, hogy ő a kis megtakarított pénzecskéjét például harmonikába investálta. Gondolkodtam rajta, hogy csak abba kéne hagyni ezt az egészet, bár szegény édesapám rengeteg pénzt felszólt már ebbe az egészbe, be a mókába, akkor végül úgy döntött, hogy azért csak még egy olyan hangszert, ami tényleg egy igazi zenész használhat, vásárolt meg nekem, és aztán ezzel a hangszerrel később kikerültem Amerikába, ahol tök jó pénzeket kerestem ezzel, úgyhogy ez jó befektetés volt apukám részéről is. A mi célunk is az, hogy a mi gyerekünk, amit kitalál magának, legyen az állatorvos, műkörmös, színész, énekes, bányász, vállás, bármi, hogy bármi a vágya, azt mi támogassuk, és ameddig tanulni szeretne, addig fog tanulni. Ijesztő volt hallani, amikor Annabella bejelentette 4 évesen, hogy ő is színésznő szeretne lenni. Viszont nem lehetek olyan önző, hogy én most a féltésből gondolkodjak, vagy cselekedjek. Még van ugyan 2 esztendünk addig, hogy iskolába járjon, de el kell döntenünk, hogy milyen szempontok alapján. Hogy a tanárnő a legfontosabb, hogy mit tanítanak, hogy milyen szellemben nevelik a gyermekeket. És bizony, ha be kell fektetni a tanulásába már egészen korai szakaszában, akkor befektetünk, mert ez fontos. Thank you.